Tablókon is megismerhették Kölcsey Ferenc életét és a reformkort az érdeklődők Fehérgyarmaton. Kölcsey örökségéről rendeztek tanácskozást a városban. Sesztán Koszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke azt mondta, irodalmi emlékekben is kifejezetten gazdag a térség. Régi adósságokat törlesztettünk azzal, hogy a vármegyeház előtt, hogyha Nyíregyházán jártok, akkor 2006 óta van Kölcsey szobra. A haza minden előtt ezzel a kiegészítéssel egy tört oszlop mellett áll Kölcsey, ahogy őt megszoktuk. És hát vannak más irodalmi nagyságok is a vármegyéből, majd említessük meg csak Besenyeit, akiről a nagy termünket elnemeztük. A nagy terem, a díszterem előtt egy mellszobrot állítottunk Besenyeinek, és hát számos más irodalmi nagyság van a vármegyénkből, illetve a megyénkből, a három vármegye rész valamelyikőből, hiszen mi három korábbi vármegyének a örökségét ápoljuk. Beregét, Szatmárét és Szabolcsét. A konferencián arról is beszélt az elnök, hogy tájékoztató plakátokat is kihelyeztek közterületekre, amelyek jelzik, hogy vármegyénk az a föld, ahol a himnusz megszületett. Szeretnénk ezt a himnusz földjét ezt magunkra aggatni, mint egy jelzőként. Tehát, hogy mi büszkék vagyunk arra, hogy nem csak zöld megye vagyunk, meg turisztikai értékekben gazdag megye vagyunk, hanem egyenesen a himnusz földje, a himnusz vármegyéje vagyunk, hogyha valóban megyünk az országba, és ezt tudatosítani magunkban, és aztán az egész országban is. Sőt, ahol magyarok élnek, ott mindenhol, a határainkon túl is, hogy ezt viseljük büszkén, és tudatosítsuk magunkba, higgyük el, legyünk rá büszkék, hogy mi a himnusz földjén élünk, és ennek a örökösei vagyunk. Persze ez több éves vagy több évtizedes munka lesz, mire ezt a himnusz földje jelzőt, ezt nem csak magunkra akadjuk, hanem tudjuk minden ízében vállalni, és kialakítani az ehhez kapcsolódó további programokat, további eseményeket, és több évtizedes munkával ezt tudatosítani tudjuk az országban, hogy mi, ha Fehérgyarmatról megyünk, akkor a himnusz földjéről jöttünk. A konferencián történészek és irodalmárok is előadást tartottak Kölcsey emlékezetéről és a reformkor legfontosabb történéseiről.